Harmadik fejezet. Képzelet és hit. Az ima addig nem jár sikerrel, amíg az egyén tudatos és tudatalatti elméje közt nincs összhang. Ez pedig a képzelet és a hit által teremthető meg. A képzelet ereje által a fantáziadús emberek mindörökké csodákat művelnek, míg a fantáziátlan emberek saját hatalmuk szolgájává alantosodnak. Megtudhatjuk-e valaha, hogy nem az édesanyánk idézte elő az elménkben ezt a finom változást, miközben az okninkat foltozta? Ha képes vagyok akaratlanul bűbájt bocsátani valakire, akkor nincs okom kételkedni abban, hogy szándékosan sokkal erősebb bűbájt tudok. Minden, ami látható, tapintható, magyarázható, vitatható, a kreatív ember számára nem más, mint eszköz, mert ő az irányított képzelet által saját maga mélyéből alkot, ahol minden ötlet önmagában létezik, nem pedig más valamihez viszonyítva. Az ilyen embert nem korlátozza az értelem. Az egyetlen korlátozó tényező, aminek engedelmeskedik, az a rejtélyes ösztön, amely megtanítja őt arra, hogy a beteljesült vágy érzésén kívül minden más érzést elutasítson. Egyedül képzeletre és hitre van szüksége az elmének ahhoz, hogy tárgyasult állapotokat teremtsen. A tudat törvényének eredményes működése szubjektív hitet kíván, ami az objektív, tudatos elme ellentevékenységének beszüntetésével érhető el. Mindez attól függ, hogy képes vagy-e igaznak érezni és elfogadni, amit az objektív érzékeid megtagadnak. Nem szükséges az alany passzivitása, sem a szuggesztióba való tudatos beleegyezése, mert a beleegyezése és a tudomása nélkül is megkaphatja a szubjektív utasítást, melyet egyszerűen ki kell fejeznie. A tudat alapvető törvénye, hogy telepátián keresztül közvetlen lelki kapcsolat áll fenn közöttünk. A kapcsolat létrehozásához mentálisan megszólítod az alanyt. Összpontosítsd rá a figyelmedet, és fejben kiásd a nevét úgy, ahogy valaki figyelmét felhívnád. Képzeld el, hogy az alany válaszol neked, és hallod a hangját. Olyannak lásd őt, amilyennek szeretnéd, hogy legyen. Lásd abban az állapotban, amit szeretnél, ha elérne, aztán képzeld el, hogy beszélgettek, és azt mondja neked, amit hallani akarsz. Mentálisan válaszolj neki. Mondd, hogy szemtanúként mennyire örülsz a sikerének és a jó sorsának. Miután szellemileg meghallgattad, amit hallani akartál, vagyis a vágyott valósággal minden részletében megegyező szavakat, térj vissza az objektív tudatodhoz. Szubjektív beszélgetésednek fel kell ébresztenie azt, aminek a megvalósulását megerősítette. Mihelyt valamit elgondolsz, sikerül az néked, és világosság ragyogja be utadat. Nem az erős akarat küldi ki a szubjektív utasítást, hanem a világos gondolkodás, és az, hogy igaznak érezzük a mentális megerősített állapotot. Amikor egy hiedelem és az akarat összeütközésbe kerül egymással, mindig a hiedelem győz. Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Nem azt vonzod, amit vonzani akarsz, hanem amit igaznak hiszel. Ezért ezeket a mentális beszélgetéseket tedd olyan élethűvé, mint egy valóságos telefonbeszélgetést, érezd át, és légy lelkes résztvevője. Minden lehetséges annak, aki hisz. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. A végcél elfogadás gondoskodik a beteljesülés eszközökről. Még a legbölcsebb észjárás sem tud hatékonyabb eszközöket felmutatni, mint amelyekről a végcél elfogadása gondoskodik. Képzeletben beszélgess úgy a barátaiddal, mint ha az, amit nekik kívánsz, már megvalósult volna. A képzelet a kezdete minden forma növekedésének, és a hit az a lényegi alapanyag, amelyből megformálódnak. Minden, ami a tudatosság mélyén szunnyad, a képzelet által ébred fel és kap formát. Az egyes gyógyszereknek, erekjéknek, szent helyeknek tulajdonított gyógyulásokat a képzelet és a hit együttese eredményezte. A gyógyító erő nem az eszközökben van, hanem a gyógyulás elfogadásának szellemében.
az írott törvény megöl, a lélek pedig megelevenít. A szubjektív elmét teljes mértékben szuggesztiók vezérlik, tehát mindegy, hogy igaznak vagy hamisnak hiszel valamit, ugyanazt az eredményt kapod, mint amit hiszel. Nincs semmi téves a gyógyszerekkel kapcsolatos elméletben, vagy a papság kijelentéseiben a szent helyeket és erekéket illetően. A páciens szubjektív elméje elfogadja azt a szuggesziót, hogy a gyógyulás bizonyos feltételek között következik be, és amint ezek a feltételek teljesülnek, a páciens a gyógyulás megvalósítása felé fog haladni. Legyen néktek a ti hitetek szerint, mert minden lehetséges annak, aki hisz. A vágyott állapot bizakodó elvárása a leghatékonyabb eszköz, amely elhozza a beteljesülést. A gyógyulás bizakodó elvárása produkálja azt az eredményt, amelyre egyetlen orvosi kezelés sem képes. A bukás és a sikertelenség mindig a páciens ellentétes önszuggesztiójának köszönhető, amely az orvosság és az erekje erejének objektív kétségbevonásából, vagy az elképzelés igazságában való kétkedésből fakad. Sokan közülünk nem tudnak olyasmiben hinni, amit az érzékszervek megtagadnak. Ennek oka vagy a túl gyenge érzések, vagy a túl nagy intellektus, viszont ezek mindenképp akadályt jelentenek. Ha kényszerítjük magunkat, hogy elhiggyünk valamit, az még nagyobb kétséget szül bennünk. Az efféle ellenszuggesztiók elkerülése érdekében a páciens nem lehet objektíven tudatában a ráirányuló szuggesztióknak. Mások gyógyításának és viselkedésének befolyásolásának leghatékonyabb módja az úgynevezett távgyógyítás. Ha az alany nem tud a ráirányuló szuggesztióról, akkor lehetősége sincs arra, hogy felállítson egy ellentétes meggyőződést. Nem feltétlenül szükséges, hogy az alany objektíven tudja, hogy valamit tesznek érte, ám ismerve az elme szubjektív és objektív folyamatait, jobb, ha nincs tudatában. Az objektív elme minél inkább figyelmen kívül hagyja a szuggesztiót, a szubjektív elme annál jobban látja el a feladatait. Az alany tudat alatt elfogadja a szuggesztiót, és azt hiszi, hogy tőle ered a gondolat, bizonyítva ezzel Spinoza kijelentésének igazát, miszerint nem ismerjük a cselekedeteinket meghatározó okokat. A tudatalatti elme az univerzális karmester, mert az egyén a gondolataival és az érzéseivel módosít. A látható állapotok vagy eredményei a tudatalatti rezgéseinek, vagy előidézői. A fegyelmezett ember nem engedi, hogy tudatalatti rezgéseinek előidézői legyenek, ha csak nem ébreszti fel benne a kívánt tudatállapotot. A megfordíthatóság törvényének ismeretében a fegyelmezett ember annak elképzelésével és átérzésével formálja a világát, ami szép és jó. A ragyogó ötlet, melyet felébreszt magában, nem bukhat el mások tetszésének elnyerésében. Tudja, hogy a világ megmentője nem egy ember, hanem a megnyilvánulás. A beteg ember megmentője az egészség, az éhezőé az étel, a szomjazóé a víz. A megváltó társaságában jár azáltal, hogy előfeltételezi a beteljesült vágy érzését. A megfordíthatóság törvényével minden erő átalakulás megfordítható. A felébresztett energia, vagyis érzés, az elképzelt állapottá alakítja magát. A fegyelmezett ember sosem vár 4 hónapot az aratásra. Ha 4 hónap alatt az aratás felébreszti benne az örömöt, akkor fordított esetben az örömtől úgy érzi, mintha most aratna. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazságfáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének, őt ékesítik. A 3. fejezet végéhez értünk. Ha tetszett a videó, kérlek írd kommentbe, hogy köszönöm, és ha szeretnéd kifejezni háládat a hozzájárulásoddal, a leírásban megtalálható linken keresztül ezt megteheted.